Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Trianon Emlékpark, a centenáriumon adták át a soproni parkerdő új látványosságát. A Nemzeti Összetartozás napja, 100 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békediktátumot. Csendes fűhajtás, a hűségzászlónál helyezték el a soproniak az emlékezés virágait. Átadták a Trianon Emlékparkot a soproni parkerdőben a tragikus következményekkel járó békediktátum aláírásának 100. évfordulóján. Az emlékpark a tanulmányi erdőgazdasággal együtt 22 állami erdőgazdaság közös centenáriumi tiszteletadása, ami az Agrárminisztériumtól nyert pályázati forrásból valósult meg. A Nagy Magyarországot ábrázolja az emlékpark területe, az elcsatolt részek piros színt kaptak, a mai Magyarország pedig zöldet, a keresztül futó sétautakat pedig fehér kövekkel burkolták. A mai Magyarország területén a hármas halom és a kettős kereszt is megjelenik, interaktív pihenőt alakítottak ki, és információs táblákat helyeztek el. Úgy döntöttünk a Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság vezetésével, hogy versrészleteket, verseket és nagy költőinktől, íróinktól gondolatokat helyezünk el a táblán. Nagyon érdekes azért ennek a parknak ugye a kiképzése. A Tiszafával beültetett fő úton, ha elhaladunk, már három költőnk versével, versrészletével találkozunk. A 22 éves József Attilával, a Nyugat Óriásával, ugye Babits Mihállyal, és rögtön a bejáratnál ott van Vitéz Somogyvári Gyula verse, a katona költőjé, akinek ugye szülőfaluja Füles volt, a mai Burgenlandi Nikics, aki elsíratta faluját. A parkot a Nemzeti Összetartozás napján adták át ünnepélyes keretek között a Károly kilátó közelében, a soproni parkerdő szívében, ahova évente mintegy 1 millió látogató érkezik. Sopronnak komoly kötődése van Trianonhoz, ugyanis itt népszavazás döntött arról, a helyi polgárok népszavazása, hogy Sopron Magyarország része most is. Itt található a Zágfalvi csata emlékmű, amely mellett létesült az emlékpark. Így adódott a helyszín, hogy itt a soproni parkerdőben létesüljön ez az emlékpark. A kormány célja, hogy az összetartozás évezredes, stabil alapjaira építkezve teremtse meg a nemzet egységét, szögezte le Zambó Péter a trianoni centenárium alkalmából. Az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár kifejtette, hogy a Sopron környéki erdőkben jelen van a történelem számos fontos mozzanata, ezért is helyezték el ide az emlékparkot. A Selmezbányáról történő menekülésünk után Sopron város adott helyet az erdészeti bányászati felsőoktatásnak. Aki Sopronban végzett erdőmérnök ma Magyarországon, az mindig és mindenkor kicsit sajátjának érzi, és mindig egy kicsit valahol, kicsit plagizálva a mondás alól, mi soproniak vagyunk, és soproniakká váltunk ez alatt az idő alatt, amíg itt voltunk. Az eseményen Sopron polgármestere dr. Farkas Ciprián hangsúlyozta, a park arra emlékeztet minket, hogy bár a trianoni békeszerződés különféle országokba osztotta szét a magyarságot, nem választott el minket egymástól. Egy a nyelvünk, egy a kultúránk, egy a nemzetünk. Eltelt 100 esztendő, mióta Magyarország megcsonkult, viszont ezt nem szabad elfelejteni, és fel kell hívnunk minden körülmények között az utánunk jövő generációk figyelmét is arra, hogy emlékezni erre a dátumra mindig kell és szükséges. És ezt a szerepet játsza, tölti be ez az emlékpark is itt Sopronban, a Rongyosgárda emlékműve mellett, itt a Károly magaslaton, ahol az erre járó megcsodálhatja azt, hogy mekkora volt Magyarország egykoron, és mivé tették a nagyhatalmak a vesztes első világháború után. Hivatalosan is átadták a parkot a közönségnek, majd emlékfát ültettek a résztvevők, és közösen járták be a területet szakvezetéssel. A parkban hidat is emeltek, ahonnan látható a terület nyújtotta összkép. 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor írták alá a versailles-i Nagy Trianon kastélyban a trianoni békediktátumot. A Magyarország és a győztes Antant hatalma közötti békeszerződés rendkívüli szigorral sújtott le hazánkra. Területében és lakosságában is óriási csapást mért rá. Harangozással emlékeztek meg Magyarországon a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriumáról. Az alkalom köré fűződő rendezvények üzenete az összetartozás, vagyis hogy akár mekkora területeket is szakítottak el a békediktátum nyomán, a magyar nemzet egy és egységes erőt képez.
Erre azért van szükség, mert Magyarország területét 93 ezer négyzetkilométerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A békediktátummal kapcsolatos események traumaként hatottak a magyarokra, az új határokon kívül rekedtekre hatványozottan. Az Erdélyben élő magyarokat még évtizedekkel a trianoni döntés után is érték atrocitások. A különbség a hazai, tehát az anyaországi magyarok és az erdélyi, vagy a leszakadt területek magyarai között, hogy tényleg nap, mint nap, minden nap kellett érezzük azt, valamilyen formában szembeötlöttünk azzal, hogy magyarok vagyunk, hogy bozgorok vagyunk, hogy idegenek vagyunk a saját hazánkban, a szülőföldünkön, a saját hazánkban idegeneknek tekintettek. De borzasztó érzés volt, ezt nehéz volt elviselni, és nehéz volt a épésszel végigvinni. Tehát, hogy az ember ne ütközön állandóan szembe a törvénnyel, illetve a román diktatúrával. A magyarság határokon átívelő összefogásának kihangsúlyozására hozták létre a Nemzeti Összetartozás napját, amelyet 2010. május 31-én iktattak törvénybe. Ez a nap a trianoni békediktátum aláírásának emlékezetét őrzi, így június 4-ére esik. A trianoni békediktátumra és annak következményeire emlékeztek június 4-én Sopron polgárai. A vírushelyzet miatt elmaradtak a centenáriumra tervezett nagyszabású rendezvények. Így is sokan rótták le tiszteletüket a soproni hűségzászlónál, ahol egész nap díszőrséget álltak a honvéd hagyományőrzők. Dr. Farkas Ciprián polgármester is arra bíztatta a soproni polgárokat, helyezzenek el mécseseket, nemzeti színű szallagot, virágot az emlékmű lábánál a megemlékezés jegyében. Így tett dr. Szilágyi László és unokája, Lacika is, piros-fehér-zöld virágokkal emlékeztek meg a centenáriumról. Szívfájdalom ezen a napon. Tudod, szerte a hazában, a történelmi hazában sokat jártam, és bármerre jártam, mindig önmagunkkal találkoztam. És ilyenkor szembesül az ember, hogy mi mindent veszítettünk el. Mindazt, amit 1000 év alatt létrehoztunk kultúrában, tudásban, identitásban, az bizony a Trianon kapcsán a szétmarcongolták. A hűségzászló előtt a Soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai adtak díszőrséget fél óránkénti őrségváltással, így foglalva méltó keretek közé a megemlékezést. Ugye mai napon 100 éve írták alá a trianoni békeszerződést, és úgy gondoltuk, hogy ennek kiemelt jelentősége van mai napig, úgyhogy mindenképp szeretnénk emlékeztetni rá az embereket, illetve azt is kifejezni, hogy ez a magyarság számára egy mindennapi élő dolog az emlékezetében, és hogy a nemzet egységéről, a nemzet létéről nem mondtunk le 100 év után sem. A kialakult járványhelyzetre tekintettel csendesen, visszafogottan emlékeztünk idén a Nemzeti Összetartozás napján, de így is lehetőség volt arra, hogy a tömeges jelenlétet kerülve egyénileg hajtsunk fejet a magyarság szétszakításának centenáriumán. Sopron egét is szántották a repülőgépek csütörtökön Szakács Gábor és Talabos Gábor kezdeményezése nyomán, amelyet a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára szervezett a hazai repülőtársadalom 2 neves képviselője. A kezdeményezéshez bárki, bármilyen, a szabályoknak megfelelő légijárművel csatlakozhatott. A Trianon 100 emlékrepülésben résztvevő repülőgépek időjárástól függően közel 80 település fölött voltak láthatóak június 4-én délelőtt, így Sopron és Fertőszent Miklós egén is hirdették az összetartozás fontosságát. Sikeres kampányt valósított meg a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete és a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Szabadtéri és erdőtüzekkel kapcsolatos munkákat készítettek távoktatásban a másodéves tervezőgrafikus hallgatók. Az egy hónap alatt számos figyelemfelkeltő és megelőzéssel kapcsolatos grafika készült. Nem csak a szabadtéri tüzek, hanem az erdőtüzek is jelentős csapásokat mérhetnek környezetünkre. Az időjárás és a gondatlanság könnyen idézheti elő a bajt. Ezért is tartotta fontosnak a Soproni Egyetem, hogy a katasztrófa védelemmel közös együttműködésüket ennek kapcsán valósítsák meg.
A hallgatók logókat, figyelemfelhívó grafikákat terveztek számos platformra, árult el Lenkei Balázs, a Művészeti Intézet vezetője. Az egyik feladat az volt, hogy tervezzenek szinte mindenfajta médiumra, tehát televíziós spotokra, internetes számítógépes felületekre, telefonos applikációkhoz vizuális felületeket, aminek van egy ismertetőjele, egy logó, illetve ehhez kapcsolódóan olyan ábrázolásokat, olyan figyelemfelhívó jeleket, jelrendszert, grafikákat használjanak, ami aztán egyetemesen felismerhető, illetve figyelemfelhívó, mindenképpen megállunk, megpróbáljuk megérteni, hogy mire kell figyelnünk. A rendkívüli helyzet miatt távoktatásban készültek el a produktumok. A katasztrófa védelem is szívesen működött együtt az egyetemmel. Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője hozzátette, a hallgatókat előadásokkal, szakmai nyersanyagokkal segítették, ezzel érték el a feladat célját, a figyelemfelhívást. Széles körben juttassuk el az információkat a lakossághoz, a civilekhez, főleg a szabadtéri tüzek megelőzése, illetve az erdőtüzek megelőzése tárgyában. A vírusos időszak egy kicsit átírta a forgatókönyvet, és online tartottuk a kapcsolatot, előadásokat, illetve információkat, képeket, filmeket juttattuk el a hallgatók részéről, és több megbeszélésen is részt vettem én is a kollégáim. Elkészültek a pályaművek, és részünkről szakmailag értékeltük őket több alkalommal. Nagyon jól sikerültek a hallgatók, nagyon jó szakmailag megfogták azt a kérdéskört, azt a témát, aminek az az üzenete, hogy a tüzeket meg kell előzni, és milyen szabályokat kell, hogy betartsanak az emberek akár a szabadtéri tüzeknél, akár az erdőben való tüzelés vagy tűzrakás során. A katasztrófa védelem és az egyetem együttműködései továbbra is folytatódnak. Az intézményben már ebben a fél évben katasztrófa védelmi oktatásban is részesültek a hallgatók, az elkészült grafikák pedig a tervek szerint számos katasztrófa védelmi szervhez, illetve erdőgazdasághoz eljutnak majd országszerte. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd jön a mozaik, melynek vendége dr. Úri Előd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. További híreinket a sopronmedia.hu oldalon találják. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Pénteken az erős, viharos déli szél mellett többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Szombaton már sok lesz a napsütés, a déli es szél nyugaton megerősödik. Vasárnap a napsütés mellett gomoly felhők képződnek, elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Élénk délnyugati szélre, délután 24-28 fokos maximumra van kilátás.